Szabolcs! Isten hazad! Halljuk szót, uraim, tisztelt nász nép! Bejöttem sokára, de bíztom, mondhatom, nem jártam hiába. Fiatal marha volt ez, alig 30 éves, kinek húsára vár itt oly sok lélek. Nem volt vele semmi gond, ette az abrakot, míg csak végül a fűbe nem harapott. Nosz, a hevenyében bőrét levettem, ezen pörköltet ebből készítettem. Fogadják tőlem, kérem, még meleg mehet, jobb, hogyha nem hideg. Jó étvágyat kívánok hozzá. No, hát miféle produkcióval kápráztatjuk el a továbbiakban a publikumot? Kérem szépen, van én nékem egy játékom, ehhez a játékhoz szükségem van nekem 4 kalapra, de a 4 kalaphoz szükségem van talán 4 alávaló emberre is. Mindenki kap egy kalapot, elindul a zene, és mindenkinek a tőle jobb oldalra lévő társának kell túladni rajta. Na, hadd szóljon a mulatság! Adni kell jobbra. De nem ilyen, Ácsi! Tegyük fel, hátra! 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 Gyorsan, kezdjük! Az lel, akinek tolod a fejékkarat! Hopp, 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 gyorsan, 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 gyorsan! Gyorsan, gyorsan! Valakinek nyernie kell, valakinek nyernie kell! Talán, hogy a legmagasabbra jutott még a legmagasabb része is. Amilyen egyszerű játék volt, olyan jó volt. Ezt kell, hogy mondjam. Hallgassunk talán valami emlékezetes történetet. Az a helyzet, hogy a vőfét is érheti meglepetés. Én fiatal ledérlányoknak kulcsot osztok ki a nász nép sorai közül, és azoknak egy meghatározott időpontba behirdetjük, hogy a vőlegény már a legény lakásának a kulcsát szeretné mindenkitől visszakérni, aki ezzel rendelkezik. Na hát ott nagyon sok lány, hosszú, szép, kígyózó sorokba tömkelege. Hozzák a kulcsot. Hozzák vissza a kulcsot, puszi fejébe egy-két gondolattal megtűzdelve visszaadják neki. Na most egyszer csak a harmadik lányi kiáll, azt mondja, én ezt a kulcsot nem akarom neki visszaadni. Hú, ha mondom. Értik. Nem is adta vissza a kulcsot, és utána tudtam a vőlegényünktől, ha ő bejutott volna abba a sorba, akkor hétfőn akár a vállóperes ügyvédünket is hívhattuk volna. Hát szóval egy valós összefonódás jelentkezett. Megmentettünk egy esküvőt ebben a formában. Következzen egy ajándék, táncprodukció! Köszönöm szépen.